Járőrök az egyik nyíregyházi bevásárlóközpontnál. Gyermekekkel foglalkozó szakemberek kíséretében csütörtökön közösen keresték azokat a fiatalokat, akik tanítási időben nem voltak iskolában. Több ilyen diákot is találtak, akiket igazoltatásukat követően a rendőrök ellenőriztek a rendszerükben. Milyen okból van távolítva? Volt, aki tüdőszűrésen való részvételre, más lyukas órára hivatkozott, de mindenki állította, igazoltan hiányzik az iskolából, aki tudta meg is mutatta az erről szóló papírt. Az ellenőrzésre a fél évi bizonyítvány csellengő fiatalok elnevezésű prevenciós program keretében került sor, amelyet az Országos Rendőrfőkapitányság hirdetett meg január 30-a és február 9-e között. Hasonló akciókat 2012 óta minden évben tartanak megyénkben. Ilyenkor ugye minden 8 kapitányság a megyében és a megyei főkapitányság bűn megelőzés osztályának koordinációjával a különböző közösségi tereket, ezek lehetnek vasútállomás, autóbuszállomás, bevásárlóközpontok, vagy más olyan terek, ahol a fiatalok gyakran előfordulnak, iskolai időben ellenőrizzük, a társhatóságok bevonásával, értem itt a gyámügyi hatóságot vagy a pártfogói felügyeleti szolgálatot, és elszámoltatják az iskolai időben itt tartózkodó fiatalokat. Ha valaki 14 éven aluli, akkor azt visszakísérjük az iskolába, hiszen gyermekkoruként nem maradhat felügyelet nélkül. A 14 évnél idősebbek esetében a rendőrök értesítik az iskolát, és arról érdeklődnek, tudnak-e a hiányzásról. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján 10 ilyen hiányzásból 2 igazolatlan. A program időpontja nem véletlen, a napokban kapják meg a bizonyítványokat a diákok az iskolában, azok pedig, akiknek nem olyan érdemjegyek szerepelnek ebben, amilyenre számítottak vagy a szüleik elvártak, gyakran szoronganak és előfordul, hogy nem akarnak iskolába menni vagy nem mernek hazamenni. Sok eltűnés ebből azokból szerencsére nincs megyénkben. A fiatalkori eltűnések száma ugyanakkor magas, az országos esetek 10%-a nálunk csapódik le. Az elcsellengő fiatalok általában gyermekotthonokból és nem családokból tűnnek el, kóborlás közben pedig komoly veszélyek leselkednek rájuk. Az is az akció célja, hogy senki ne legyen bűncselekmények, például kizsákmányolás vagy gyermekprostitúció áldozata, de elkövetővé se váljon, olyan élethelyzetbe kerülve, amire nincs felkészülve. A rendőrök a tanórák mellett az iskolák tantestületeinek és szülőértekezleteken is beszélnek a veszélyekről, amelyekre nem csak a fiatalok figyelmét kell felhívni. A szülők részéről nagyon fontos az, hogy beszélgessenek a gyerekkel, dolgozzanak ki egy stratégiát, hogy hogyan lehet változtatni az érdemügyeken. Lehet, hogy csak tanulási technikán kell változtatni, és akkor már is jobb eredményeket érnek el. A pedagógusok részéről pedig nyilván nagyon fontos az, hogy figyelemmel kísérjék a gyermeket, megfelelően reagáljanak arra, látják azt, hogy bántja az adott érdemjegy, és hogy együtt változtassanak rajta. Szeretném megemlíteni egyébként az e-naplónak a szerepét, tehát azért azt látni kell, hogy fel lehet készülni erre az időszakra a szülők részéről is, tehát nem kell megvárni, míg a bizonyítványosztás megtörténik, hanem azért egész évben a figyelemmel kísér a gyermekének az érdemjeit, akkor tudnak változtatni, és így senki nem kerül ilyen helyzetbe. A híradónknak nyilatkozó iskolapszichológus elmondása szerint az eltűnés a legtöbbször már csak a jéghegy csúcsa. A mindenkinél máshogy jelentkező szorongás okait mélyebben kell keresni. Maga a személy, maga a család és az iskola és az egész környezet hatással van arra, hogy egy gyermek mikor keresi a menekülés útját, és mikor mondja azt, hogy most megállok, és van valakinek elmondanom, elsírnom, vagy elkiabálnom, vagy eljátszanom, hogy mi történik velem, és mi történik körülöttem. Ha vannak olyan emberek, akár csak egy is, akinek ezt el lehet mondani, el lehet sírni, vagy el lehet játszani, akkor kevesebb lesz a száma ezeknek a gyerekeknek. Hozzátette, ha rákérdeznek, a fiatalok könnyebben elmondják a problémáikat, és fontos is, hogy tudjanak beszélni ezekről, ahogyan az is, hogy mindig legyen idő a közös programokra. Ezeknek a serdülőkorban különösen nagy jelentősége van. Minden nehézségével együtt előjön az, hogy honnan jöttek, kik és merre felé tartanak, tehát az identitás megválaszolásának a kérdései, de ugyanakkor ott van az igény bennük, hogy kapcsolódjanak másokhoz, szemükben nézzenek, játszanak, idő legyen arra, hogy ne csak a tanulnivalóval foglalkozzanak, hanem igazán létrehozzanak közösen valamit egy alkotásban, vagy egyszerűen csak mesélni tudjanak. A szakember szerint probléma, hogy napjainkban a teljesítmény és a külső elvárásoknak való megfelelés mindennél előrébb van.
Ami jó hír, hogy a nyíregyházi ellenőrzések során egyre kevesebb iskolából hiányzó csellengő fiatal találtak az elmúlt években. A Család és Gyermekjóléti Központ munkatársa szerint az érintettek jellemzően vidéken élők, a leggyakoribb indokok pedig valamilyen betegség, hogy lekésték a buszt, vagy hogy aznap nincs is tanításuk. Találtak már körözött, elszökött gyermeket is. A szakemberek fontosnak tartják felhívni a figyelmet arra, hogy az igazolatlan hiányzás egy súlyos probléma is, veszélyeztető körülmény.